vannak ebben a részében látható, hogy ott még benne vannak a további maradványok is. A temetkezési vállalat munkatársa azt mutatja, hogy az ismeretlen sír nagy része még az eredeti állapotban található. Arra várnak, hogy megjöjjenek a szakemberek és átvizsgálják a maradványokat. A vélhetően katonasírra szerda délelőtt bukkantak rá, miközben egy kripta alapzatát ásták ki. 2,5 méter mélyen csontok, fegyvermaradványok, lőszerek és különböző fadarabok kerültek elő. Ha jól láttuk a faszerkezeteket, azok koporsó maradványok lehetnek, de csontokat és különböző tárgyakat, eszközöket, fegyvermaradványokat találtunk. Egyre kevesebb az a helye temető területén, ahol még ilyenre van remény, hogy vagy alkalom, hogy rábukkanjunk. A kripta építését egyelőre leállították, a sírt szallaggal vették körül és folyamatosan őrzik is. A fegyvermaradványokat, lőszereket először tűzszerészek vizsgálják át, csütörtökön pedig a hadtörténeti múzeum szakemberei is eljönnek, hogy megvizsgálják a leleteket. Az északi temetőt népies nevén a morgót 1850 óta használják, így az ismeretlen sírban első vagy második világháborúban szolgáló, vagy még régebben élt katona földi maradványai is lehetnek. A későbbi vizsgálatok során derül majd ki, hogy kit vagy kiket rejthet az ismeretlen sír.